Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Két idézetet szeretnék ezzel kapcsolatosan újra elolvasni, amit már hallottál te magad is a tisztelettel kapcsolatos témakörben, hogy hogyan is vélekedtek nem most 2023-ban, hanem bizony sok-sok évszázaddal ezelőtt arról, hogy milyen a fiatalság, és hogy hogyan veszett ki a fiatalokból a tisztelet, mint érzés és mint gyakorlat. Az egyik idézet így hangzik, talán emlékszel rá, néhány szót meg is jegyeztek, talán szülők, kollégák és gyermekek is. Az így hangzik, hogy a fiatalok még sosem voltak annyira elfajzottak, mint manapság, nem tisztelik a hagyományokat, és nem félik az Istent. A másik idézet az így hangzik, hogy soha korábban nem volt még olyan történelmi időszak, amikor a fiatalok annyira elutasítottak volna mindent, ami régi, és annyira vágytak volna arra, ami új. Szeretnék kérdezni felőled, rólad valamit, arról, hogy honnan érkeztél, milyen családi indítatással jöttél, és mi az, amit talán nagyon sokan nem tudnak rólad, akik ismernek, mint pedagógust, mint hitoktatót, mint gyógypedagógust, de talán, mint embert, nagyon kevesen. Sajnos nagyon korán meghalt az édesanyám, még nem voltam 6 éves, akkor kezdtem az elsőt általános iskolában, és 10 évvel később az édesapám is elment egy infarktus miatt, és amikor én ezt el szoktam mesélni, vagy hát valaki megkérdezi, akkor mindenki azt hiszi, hogy nekem boldogtalan gyerekkorom volt, pedig nem volt boldogtalan gyerekkorom ennek ellenére sem. Mert az a szeretet, amit én kaptam a szüleimtől, amíg velünk voltak, és az a szeretet, amit én kaptam a nagyszüleimtől, a rokonságomtól, a keresztszüleimtől, a testvéreimtől, az unokatestvéreimtől, ez a mai napig még mindig tart, bár sokan már sajnos nincsenek közöttünk. És hát a református indítatás az nagyon egyértelműen édesanyám részéről volt nálunk jelen, mert picin gyülekezetként az ötevényi református egyházközség nálunk tartotta a mi családi házunkban az istentiszteletet, apukám evangélikus volt, anyukám református, az ő nagypapája, az én dédipapám volt az egyik templomépítő pápán, amikor a II. Világháborúban lebombázták ezt a templomot, és hát az egyik tornyát nem nagyon sikerült helyreállítani, az én dédipapám volt az egyik, aki anyagilag, mint presbiter megsegítette akkor az egyházat. A nagypapám élete végéig szolgált a pápadereskei gyülekezetben, a nagymamám, nagyon szerettem őt is, a nagymamám volt az első női lelkész a teológián, ő segédlelkészként szolgált a pápadereskei gyülekezetben, az ő gyermekei közül második volt az édesanyám, a nővére, a keresztanyám, nekem csak keresztmama, ő sajnos már nincs velünk, ő volt az, aki igazából szárnyai alá vette a családunkat, amikor édesanyám elment. Mikor végezted el a hitoktatói szakot? Keresztapám szintén, keresztanyám ugye férje, lelkész Emil bácsi, 92-ben mondja nekem, hogy Hajnikám, újra nyílnak az egyházi intézmények, kapjuk vissza az iskoláinkat, óvodáinkat, újra nyílt a református tanítóképző Nagykörösön, gondold meg, itt leszel a közelünkben, ugye ők Békés megyében voltak Békésen, és akkor megint bementem a békési templomba, jól átgondolni, hogy Győr-Sopron megyéből Békés megyébe fogok én utazgatni, de itt vannak a keresztszüleim. Egy főiskolát újra fogok kezdeni, mert nem akartam úgy oda menni, hogy ne a nulláról kezdjek és mindent jól megtanuljak. Ugye ez egy 2 szakos képzés volt, nagyon-nagyon sok tantárgyal, rengeteg tanulnivalóval és sok örömmel is. És akkor
azt éreztem, hogy nekem nincsen helyem a győri tanítóképzőben, és átjelentkeztem Nagykőrösre, ahol megismerkedtem a férjemmel, akkor még csak Petik Ákossal, és vőlegényem lett. 3 évig jártunk egyben, aztán ahogy elvégeztem a tanítóképzőt, össze is házasodtunk, és azért szerettem ezt a fordulatot az életemben, mert bár nagyon sok nehézséggel néztünk folyamatosan szembe, de az egyházhoz mindig hazamehettünk. Soha nem engedtem el a hitoktatást, ezt nagyon sokszor, hát olyan élethelyzetem volt, hogy lehetett volna máshol is munkám, de ehhez mindig is ragaszkodtam, mert számomra olyan örömöt nyújt a gyerekek között a hitről beszélni, bizonyságot tenni, és a gyerekek bizonyságtételét nekem tanító célzattal Isten elküldi. Tegnap is volt egy gyönyörű hittanórám, egy olyan csodálatos 10 éves kisgyerekkel, hogy én nem tudtam volna úgy beszélni Isten dolgairól, ahogy az a pici kis szőke kicsi lány beszélt róla, és nekem ez nagyon fontos, hogy hiába vagyok én a felnőtt, én a képzett, az idősebb, a tapasztaltabb, mindig kapok tanulnivalót, példát, elgondolkodnivalót, néha feddést is, az sem baj, abból is csak tanulunk, épülünk, és ezért szeretem ezt a munkát, mert a tananyag mellett minket a gyerekeknek a lelke érdekel. Hogy látod te, aki már évtizedek óta szolgálsz, hogy mennyiben más a tisztelet, mint olyan az emberek felé, a társak felé, az Isten felé, a korábbi és a mostani fiatalok gyermekek életében? Hát bizony, 96 óta sok víz lefújt a Dunán, de igazából én azt tapasztalom, visszaemlékezve a saját kamasz meg gyermekkoromra is, hogy azt tudjuk tisztelni, akit szeretünk, elfogadunk, és aki törődik velünk. És ezt látom az iskolában is, hogy voltak nagyon rossz gyerekek a kezem alatt, zsiványok, nagyon-nagyon élénk hangos gyerekek, nehéz volt őket lecsillapítani, de amikor látták, érezték azt, hogy én törődésből akár mérgeskedek, vagy néha még hangosan rájuk is szóltam, és látták, hogy törődésből teszem ezt velük, megkaptam a tiszteletet, és ezt így gondolom, hogy a tiszteletet ki is kell vívni, de ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy a gyerekeket igenis meg kell tanítani a tiszteletre. Tehát azt, hogy köszönünk a felnőttnek, megelőlegezzük neki a tiszteletet, meghallgatjuk, nem vágunk a szavába, előrengedjük az idősebbeket, vagy akár fiúk, a lányokat, a hölgyeket az ajtón. Szerintem ezek olyan elemi dolgok, ami a mindennapi neveléshez hozzátartozik, és amikor eljönnek a templomba, és icipici gyerek nem tud, hát nyilván, mert picurka, az egész Isten tiszteleten itt lenni nem probléma, mert van gyerek szolgálatunk, de jöjjön el a kisgyerekkel az édesanyja, az édesapa, a nagyszülő, a nagytestvér, tapasztalja meg, hogy elcsendesedünk, hogy a templomban énekelünk, nekem egyébként ez az egyik gyermekkori élményem, hogy sokat énekelünk, és innen a templomból, a példából a gyerekek megtanulják azt, hogy nem is találkoznak talán a gyülekezeti tagokkal a hétköznapokban, de vasárnap igen. Szervusz, Ildikó néni, hogy vagy? Szeretettel köszöntelek, mit tudok segíteni, add ide azt a könyvet, elviszem, vagy gyere, meghívlak hozzánk egy ebédre, egy vacsorára, vagy maradjunk itt, beszélgessünk egy kicsit. Ez mind-mind arról szól, hogy szeretettel, tisztelettel fordulunk a másik felé,